Ezen a nyáron nem panaszkodhatnak az időjárásra azok, akik kedvelik a kánikulát. A hétvégére már a nyár negyedik hőségriasztását adták ki az illetékesek. Ez meglátszik a strandok látogatottságán is. Sóstón több mint 20 000 voltak az idei rekord hétvégén. Ezt a számot felülmúlhatják szombaton és vasárnap, ekkor rendezik meg ugyanis az 5. strandpartit, amelyen a strand egész területén számos szórakoztató és sportprogram várja a látogatókat. Alapvetően ugye a mozgásra hívjuk fel a figyelmet, vicces itt a kertészfocitól kezdve a törcsi röpjátékig, ami egy olyan röplabdás játék, hogy röplabda, de strandtörölközővel kell, tehát nem kézzel kell röpízni. Ezek azok a bohókás és vicces, vagy a sítalponfutás vetélkedője, amelyekbe meg lehet mozgatni nem csak az izmokat, hanem azért a rekeszizmokat is. Szintén 5. alkalommal rendezik meg a Sóstóserfesztet, amelyen a folyékony kenyér különböző változatai mellett tájjellegű ételeket is megkóstolhatnak a látogatók. A szórakoztatásról pedig helyi kötődésű zenekarok, tánc és báb együttesek gondoskodnak. Sikerült elhozni ismét a tavisövökön túl 70 féle sövekülönlegességet, cseh, belga, osztrák, német, angol söveket, és kiemelném a magyar sövefőző műhelyeknek a különlegességeit. A sövekön túl fontos, hogy legyenek jó fellépők. Az idejében kicsit változtattunk, rengeteg helyi kötődésű együttes jelentkezett már a rendezvényeinkre, ezért úgy döntöttünk, hogy most először megpróbáljuk helyi, illetve Nyíregyháza környékén lévő együttesekkel megtölteni ezt a 3 napot. A Sóstó Serfest programja pénteken, szombaton és vasárnap egyaránt 16 órakor kezdődik, és mindhárom napon éjfélig kínál programot a látogatók számára.